Ne görcsölj rá a különbségekre. A műsor támogatója a Nosban. Vannak valami olyan készségei a melegeknek, amik így, ugye mivel kettő között lebegnek valahol a férfi és a nő között. Ezt hogy érted? Tudod, hogy milyen szeretetés közökbe fog nálam meg a férjemnél fölnevelkedni? És miért a férjednél, miért nem a feleségednél? Mert buzi vagyok. Egy óvodába bemegy a drag queen. Bemegy az óvodába a drag queen. Bemegy az óvodába a drag queen. Mutasd nekem egy óvodát, ahova bemegy a drag queen. Magyarországon? Például. Magyarországon nincs, de hát nyugaton, Angliába bemegy a drag queen az óvodába. Azért mondom neked a nyugati példát, hogy én nem akarom azt a szintet elérni. Hello! Szia! Szia! Hunyadi Gábor. Szia Gábor, Ivák Bence. Üdv a stúdióban, én Anna vagyok. A konyapulton találtok egy receptet. Olvassátok fel, a hozzávalókból készítsétek el az ételt közösen, és ismerkedjetek meg egymással. Azt mondtad, Gábor? Igen. Szerbusz. Azt mondja, hogy figyelj. Sok-sokat fogunk csinálni. Először nézd meg, hogy mi kell hozzá. Jó, megnézem, hogy mi kell hozzá. 4 evőkanál olaj megvan, csicseri borsó, liszt, figyelj. Melyik az a csicseri borsó? Azt sem tudom, liszt, fehér, gyanítom. De várj, mert a csicseri, figyelj, mindjárt megnézzük. Kurkuma. 6 evőkanál szerintem a stimmel. Bence vagyok, 29 éves. Néhány évvel ezelőtt a legnagyobb boldogságomra rájöttem, hogy én a férfiakhoz vonzódom, és kevés ennél csodálatosabb dolog tud történni az én életemben. Ezt nem mindenkinek vette be a gyomra, és inkább győzött ez, mint a szeretet. Szeretsz főzni, Gábor? Én tudok is főzni. Tudsz is? Na, annyira nem szeretek, mert engem annyira nem köt le, de tudok főzni. Gábor, 48. Az LMBTQ, hogy egynemű házasság, ezt erőltetni, vagy erre úgymond büszkének lenni, én ezt nagyon, nagyon eltorzult dolognak látom. Egy gereszt fokhagyma kell? Igen. Ezt belerakod, ezt az egy gerezdet, Gábor. Csak egy gereszt fokhagymával. Segítség? Nem kell azt az ide, léci. Tessék. Jó. Jó. Hát én az elfogadás és e között a fajta parádézás között én hatalmas szakadékot látok. A Pride-ra gondolok. Könnyű ebbe kapaszkodni, mert aki rosszul van az egésztől, a két férfi szexel, fú, izé, de azért ezt mondjuk elvárnám, hogy mielőtt kijön engem tojással dobálni, nézze már meg, hogy hova jött. És mivel foglalkozol? Ja, jelenleg semmivel. Előtte mivel foglalkoztál? Előtte sok minden voltam. De nem olyan régen, még a parlamentben dolgoztam, meg ki voltam Svájcba. És a parlamentben milyen? Jogi osztályvezető voltam. Hoppá. Hoppá. Izgalmas. 2007-ben léptem be, és 2013-ban szűnt meg ez a fantasztikus helyem. Elkanyarodott a pár. És te jöttél ki onnan, mert azt gondoltad, hogy most ez már nem annyira radikális nézeteihez képest? Nem, hát olyan, aha, nem annyira radikális ugye a nézeteihez képest. Vagyis nem lesz még jó. Még nem, csak gondoltam, hogy csináljuk csomó. De jól csinálod ahhoz képest. Azt mondtad, hogy nem tudsz főzni. Én nem mondtam, te mondtad, hogy te tudsz. Ja, de ilyet azért én, de jól csinálod. Köszönöm szépen. Azért megyünk ebbe az irányba, mert erőltetik. Társadalmi manipuláció, erről azt gondolom. Én nem akarom elvenni senkitől a homofóbiáját, viszont jöjjön rá akkor arra, hogy homofób. Magánügy, hogy ki az, aki homoszexuális, ki az, aki nem. Nem rejtem véka alá azt, hogy én a férfiakhoz vonzódom, de leginkább azt nem rejtem véka alá, hogy Bence vagyok, és bont. Alacsint a tészta, sűrűség. Vigyázni akarok a zakódra, mert... Na, hagyjad, majd kimosom. Kis lábosban felhevítjük az olajat, megszörjük. Azért jó kis melót kaptunk. Kis lábosban felhevítjük az olajat. Kis lábos szerintem az egy nagy serpenyő. Már az bizony kis lábos. Az örökbefogadásnál arra kellene figyelni, hogy a gyerek olyan családba kerüljön, ami természetes. Normális heteroszexuális párokat előzzenek meg, azzal nem értek egyet. Mert ők azért valljuk be, természetellenesen élnek. És a gyereknek nem az az érdeke. Az az érdeke, hogy legyen egy anyja és legyen egy apja. Fölmerül a gyerekkérdés, és nem kérdeznek meg ilyen értelemben, de ératrocitás, hogyha ezt annak lehet nevezni. Hosszantartó lassú mérgezés, ami
Hát most erre mit mondjak, inkább kapjak egy pofont, de ezt ne. Na de melyik ez az? Ez a jobb alsó, és mondjuk kezdjük egy ötösön. És nem hiányzik a politizálás? Vagy? Nagyon hiányzott egy ideig, alig tudtam elhagyni. És melyik része hiányzott? Most rengeteg olajat tettem, bocsánat. Nem tettél hozzá rengeteg. Felhevítjük az olajat, megszórjuk fűszerpaprikával, római köménnyel, sózzuk, borsozzuk. Nem élhet úgy mindenki, mintha csak ő létezne. És csak az ő igényeit kell kielégíteni. Őt ismerjék el, őt ünnep, ilyen nincs. Mert ez egy individualista, egoista, önző gondolkodásmód. Elszabadult egy kicsit a pokol. Mert ugye mindent lehet. És akkor erre azt mondják, hogy miért akkor 10 év múlva kecskével is lehet. Hát tegyünk már ott föl néhány kérdést. Nem hagytunk ki semmit ebből, ugye? Azt mondja, hogy... Nem hagytuk, de nem tudom, hogy a mennyiség jó lesz, mert jobb beleborítottam azt a kis valamit. Nem baj, figyelj, ízes mondjuk lesz. Én nagyon szeretem az ilyen távol-keleti ennivalókat. És mit gondolsz a melegekről, Gábor? A melegekről önmagában? Figyelj, ez egy tévedés, hogy önmagában azért, mert valaki meleg attól. Mivel én a jogban hiszek, aha. Ezért én azt gondolom, hogy nem avval van a probléma, hogy valaki meleg, vagy homoszexuális, vagy bármilyen más, hanem az, hogy elkezdik ezt hangsúlyozni, és olyanokat mondanak, hogy vannak meleg jogok, szerintem meg nincsenek. Nincs olyan, hogy női jog, nincs olyan, hogy meleg jog, nincs olyan, hogy LMBT-k, mert emberi jogok vannak. És mindenki, egyetértek. És mindenkinek ugyanaz a joga van. Tehát nincsenek plusz jogok senkinek se. Nagyon, nagyon egyetértek. Ez azt jelenti, hogy akkor a melegek házasodhatnak nézeteid szerint? Mert nem. Emberek házasodhatnak? Nem. Nem? Nem. Vagyis, hogy a melegek is házasodhatnak, igen. Ugyanúgy, mint én. Tehát egy meleg elvehet egy másik olyan embert, aki ellentétes nemű. Hát én is csak azt vehetem el. Ne, én heteroszexuális vagyok, mégse házasodhatok meg egy férfival. A melegeknek mire van szükség házasságra, mikor nem lehet gyerekük? Miért akarnak házasodni, ha nem lehet gyerekük? Csak azok házasodnak össze, akiknek gyerekük van? Szerintem a házasság, hát maga az, amikor... A gyakorlatban elvileg arra találtak ki az összes vallás, vagy az összes bármilyen, hogy ugye a gyerekáldás miatt. Hát ne vicceljed, hány olyan ismerősöd van, aki házas és nincs gyereke? Tehát az önmagában, hogy azért házasodnak össze, hogy gyerekük legyen, szerintem nem minden házas ismerősöm akar gyereket, vagy van gyereke. Minden ház. De akkor visszakérdezek. Válaszolom a kérdésedre, igen. Figyelj, szerinted jöhet a hagyma? Jöhet. Nem hiszem, hogy meglep ez a következő mondat, én magam meleg vagyok. Igen, gondolom. Gondolod? Miből gondoltál? Hát, hogyha ilyen kérdéseket teszel fel, és egy... Bence vagyok. Nézd, ott vagyok a tévében. Néhány évvel ezelőtt a legnagyobb boldogságomra rájöttem, hogy én a férfiakhoz vonzódom. Gábor, 48. Az LMBTQ, hogy egynemű házasság, és ezt erőltetni, vagy erre úgymond büszkének lenni, én ezt nagyon, nagyon eltorzult dolognak látom. Én nem akarom elvenni senkitől a homofóbiáját, viszont jöjjön rá akkor arra, hogy homofób. Én azt gondolom, hogy a homofób emberek többsége nem tudja, hogy ő miért homofób. Normális heteroszexuális párokat előzzenek meg, azzal nem értek egyet. És a gyereknek nem az az érdeke. Az az érdeke, hogy legyen egy anyja és legyen egy apja. Társadalmi manipuláció, erről azt gondolom. Mert ugye mindent lehet. Mindent lehet. És akkor erre azt mondják, hogy miért akkor 10 év múlva kecskével is lehet. Hát tegyünk már ott föl néhány kérdést. Figyelj, mi kapcsol ez állandóan ki? Hogyha leveszed középről, akkor azt érzékel, hogy nincs rajta, mert nagyon okos. Tudod, mit nem raktunk rá? Ja, de raktunk rá. Na. Semmi. Mindjárt reagálok, de ott tartunk, hogy hát elvileg meg kéne puhulni a paprikának. Nem tudom, hogy ez volt. Mert sóztuk. Meg. Nehéz, bevallom, mit reagálom a videóra. Valójában azt gondolom, hogy mindent képviselsz, amit... Amit? Amit el lehet várni egy... Nem tudom, mi a öndefiníciód, tradicionalista... Igen. Igen. Egyből.
Szóval szerintem jól működött a világ több ezer évig, nem kell rajta mérnökösködni. Szerintem nincs mérnökösködés, ezzel több ezer éve is voltak melegek. Az volt. Ki mondta, hogy ezzel van valami probléma? Aha, tehát önmagában... Semmi, nekem volt meleg haverom. Nem tudtam, nem tudtam. Ugye, ez egy érv mindig. Jó, nekem van egy meleg, Nem, a történet a lényeg. Nem tudtam, hogy az. Gyanús volt, nem tudtam, hogy az egy... Mitől volt gyanús? Attól volt gyanús, hogy egy... Keresztbe volt a helyben? Ruhabolt vezető volt, és nagyon szuperul értett a divathoz. És nagyon ízlésesen öltözködött, és... Igényes volt? Igényes volt, igen, az és azért gyanús. Egy kicsit úgy beszélt, hogy... És voltak körülötte nagyon csinos eladó lányok, és mindig rám tukmálta őket. Akkor már nagyon-nagyon jó fej volt. Úgyhogy ezzel semmilyen probléma nincs. Nekem legalábbis semmilyen problémám nincsen. Vannak valami olyan készségei a melegeknek, amik így, ugye mivel kettő között lebegnek valahol a férfi és a nő között. Ezt hogy érted? Hát, hogy van benne az a férfi kreativitás, meg tenni akarás, és van benne az a női ilyen kifinomultabb ízlés, hogy jobban ad magára. Tudod, érzékenységet? Igen, egy ilyen érzékenység, okay, és ezért a divat szakmába például, meg ilyen helyeken... Bocsánat, ezt elteszem ide, mert teljesen... Ilyen helyeken, ilyen művészetben nagyon sikeresek tudnak lenni. Igen, de azt gondolom, nem inkább kérdezek, ez női férfi dolog? Szerintem nem... Szerintem... De ez női férfi dolog, női férfi dolog. Szerintem nem. Szerintem ez tulajdonság kérdése. Hát azért arányaiban nézd meg az ilyen... Ilyen dolgokat. Milyen dolgokat? Hát ezeket, akik ilyen divattervezők, meg ilyesmi. Jó, és hány olyan meleg van, akiről nem tudod, hogy meleg, és nem divattervező, és nem elől van a sorban, és lövésed nincs arról a külsejéről. Erről én korábban azt mondtam, hogy szerintem sokkal több van, amiről nem tudunk. Szerintem házasságban is élnek. Látod? És mondok neked egy... Várjál. Ezt állandóan kikapcsol. Mert elmozdítod, de nem vagy. Lassan feladom, igen. Ne add fel. Szóval azt mondod, hogy a meleg ne házasodjon össze. Nem. Azt mondom, hogy a házasság intézménye nem arra való. Tehát, hogy én mit gondolok erről, hogyha meg lenne a jogi hát feltétele... Van, mi ez, bejegyzett élettársi kapcsolat, az közel miért? Hát nézz utána, hogy ez jogilag mit jelent. Mit jelent? Nézd, azért ennek van egy erős jogi biztonsága. Milyen típusú? Ezt mondd el. Hogyha az én férjem mondjuk kórházba kerül, akkor én, mint hivatalos hozzátartozója... És a bejegyzett élettársi kapcsolat? Az nem ilyen? Hogyha ugyanaz lenne a jogi értelembe vett házasságnak, meg a bejegyzett élettársi kapcsolatnak az alapja, akkor minek nevezzük ezt bejegyzett élettársi kapcsolatnak? Tehát nem lehet a kettő ugyanaz, hiszen szerintem más neve van. Én azt gondolom, hogy a melegek a örökbefogadás miatt akarnak házasodni. Szerintem azért akarnak házasodni, legalábbis én azért akarok házasodni, hogy nyomatékot adjak megélésemnek, szentesítsem, és most nem valesért, vagy nem hit értelemben. Van, ahol már összeházasodhatnak, tudod, templomban is, mármint templomi esküvőt is köthetnek. Az rendben van, tehát én el tudok menni Los Angelesbe, Németországba, de az itthon nem lesz érvényes. Tehát, hogy itt nem önmagában az a néhány perc, amíg én ott vagyok az anyakönyvvezető előtt, figyelj, én most ezt bevállalom, és ezt most én itt megsütöm, de nulla tehetségem van. Vállalt be. Azt gondolom egyébként itthon, hogy én teljesen meg volnék elégedve azzal, hogyha jogilag egyenlőség lenne, és azt mondaná egyébként az egyház, hogy nézzétek, kedves melegek, mi semmilyen módon nem értünk egyet azzal az életformával, amiben ti beleszülettetek, legyetek olyan kedvesek, és a templomot, mint nem állami intézmény, mint nem alapvető jog, hagyjátok ki ebből a történetből. Érted, amit mondok? Hát igen, értem, van erre egy nagyon jó egy ilyen humoros jelenet. Tornacipő ellopásáról van szó. Ma egy tornacipő, holnap a világ. Így kezdődött. Hogy csak házasodhassunk össze. Aztán utána, na jó, de hát ha összeházasodhatunk világi esküvővel, akkor az egyház miért nem? És addig ütötték, vágták az egyházat, míg ahogy mondod, sok nyugat-európai országban az egyház is megengedi. Holott az egyház, az azért akkor lenne igazán egyház, hogyha ugye a Bibliára támaszkodik, és a Biblia nem engedi ezt,
nehéz volt. Milyen, képzeld, de milyen papa az, aki felesküszik a Bibliára, meg egész életében azt tanulja. A szeretetre felesküszik, az egyenlőségre felesküszik. A szeretet az nem ezt jelenti, de a homoszexualitást azt tiltja a Biblia. Ebben nem tudok releváns... Nem ismered? Hát az tiltja. Nem tudok ebben valójában... Tehát a saját maga, a saját tanulmányodnak ellen... Hát de ez benne van a Bibliában. Tök jó, de hát én nem olvastam a Bibliát, és ez... Akkor olvast. Hát nézd. De hát csak be kell ütni a megfelelő passzus. Igen, de azért, bocsánat, erről is vannak diskurzusok, hogy ez nem egészen úgy értendő... Ja, persze. És én megpóla serpenyőben kisütni a tésztát fél centi megszínt fellel, és spatulával levegőbe dobva fordítottad meg. Nem, mert csuromolajban. Próbáld meg! Nézd, de megpróbálom. Próbáld meg. Ha nem, de, majd figyelj, akkor... De nincs több tészta, tehát hogy ezt most megpróbálom, ja. És nem sikerül, akkor te nem eszel. Sikerül, akkor én nem eszek. De ezt én nem szeretném. Én megbízom benne. Én meg, hogyha mégis elrontanám, akkor testvériesen megosztom veled az én... Te azt írják elő, hogy fel kell dobni. Jó, hát teljesen igaz. Tartsd be a szabályokat. Látod? Feldobtam. Látod? Majdnem sikerült. Figyelj, ez most ilyen alternatív lesz. Hogy kérdezek még valamit? Kérdezz bármit. Hogyha mondjuk ez belódul ez a dolog, házasodhattok, gyermeket örökbe fogadhattok, stb. És amúgy se születik elég gyerek, akkor mi lesz a társadalommal? Az már nem érdekes? Szerintem ez két különböző kérdés. Hát de összefügg, nem? Pont arról beszéltem, hogy az egyének nem csak saját magára kell gondolni, hanem ugye a társadalomra is. Ebben kétségtelenül igazad van, de hogyha a társadalomra gondolok, akkor meg nem is akarok gyereket, mert akkor a túlnépesedés van a Földön, hogy tök jó, hogy meleg vagyok, és a férjem nem tud terve. A túlnépesedés van Afrikában, meg Ázsiában, meg Dél-Amerikában, de Európában. De hogyha az egészet nézed, akkor nézd az egészet. Hát de én magyar társadalom, eltűnik a magyarság. Az el. Ezt értem, ja, amit mondasz, de hogyha az embereket nézel... Ha ez a cél, akkor házasodjatok. Szerintem azért ennél egyel komplexebb ez a kérdés. Hát nem sokkal, mert én úgy tudom, hogy most már Nyugat-Európában... Tudod, mit nem raktunk bele? Bocsánat. Sem ezt, sem paradicsomot. Hogy szerintem ez álságos. Nem volt jó ez a kis lábos erre, ha izére. Nem, azt gondolom, hogy ezért lett ide készítve a nagy, csak zavaromban azt gondoltam, hogy... Lányos zavarodban? Ilyet se lehet mondani? Bármit mondhatsz. Azt hittem, hogy még egy ilyenne is megsértettem. Azt gondolom, hogy nem tudsz nálam jobb buzis vicceket mondani, csak az én számból nem fogsz hallani. De próbálkozhatsz. Buzis vicceket? Igen. Mik vannak? Találtam evőeszközt. Jó étvágyat kívánok. Na, hát jó étvágyat. Egészségedre. Tök jó lett a paprika. Olyan szempontból igazad van, hogy itt van nyilván egyszer egy egyéni érdek, meg egy társadalmi érdek. Tehát nem, én nem az alapján fogok neked tudni erre válaszolni, hogy én akarok-e örökbe fogadni, hogy mi a helyzet a világban, de hogyha felelős vagyok, akkor azért azt is végig gondolom. Lennél katona? Nem. És ha elvinnének? Nem mennék el. Hogy nem mennél el? Kötelező elrángatnak. Hát nyilván abban az esetben, hogyha pisztolyt fognak a fejemhez, akkor elmennék, és semmilyen módon nem hiszek ebben. Az égvilágos semmilyen módon nem hiszek ebben. De ez benne van a törvényben. Tök jó. Ha egyelőek a jogok, hogyha például a férfi-nő jogok egyelőek, akkor miért csak a férfiaknak kell katonának menni, kivéve ugye Izraelben, mert Izraelben ők is katonák. Én szerintem ez azért alakulhatott ki, mert bele van ragadva az emberekbe, hogy a férfi az erős, a férfi a harcos, és a férfi az, aki ő most jó megcsinálja, de mi ez az ostobaság? Ez ostobaság. Persze, hogy ostobaság. Ne viccelj. Vagy hogy mondjam, ezek olyan általánosítások, hogy van fönt a YouTube-on, a 24 pontot csinált egy anyagot egy női kamionsofőrről. Egyről. De ne a kivételekkel próbáljuk meg a általános leírni. Jó, akkor ne arról beszélj, hogy a melegek azok divattervezők is igényesek, mert akkor ez ugyanúgy. De az nem egy általánosítással nincsen baj, szerintem hogyha általában úgy van, hogy tehetségesek. Én tehetségeseknek tartom sokszor őket, semmi gond az ilyen típusú tehetségességükkel. Jó. Melegként coming out-olt Noah Schnapp, a Stranger Things színésze. A Netflix sorozatban is meleg karaktert, játszik. Igen. Mit gondolsz te erről? Hát, hogy coming out olyan. Tök jó. Dolga. Igen, egyetértek. Csak azt nem értem, ez miért hír?
És akkor, hogyha van egy színész coming out-tól, de heteroszexuális vagyok, és akkor felkerül mindenhova? Akkor kerülne föl, hogyha az kevesebb jogokkal és társadalmi megbecsültséggel járna. Társadalmi megbecsültséggel? Ismerette a... Hogy hívják azt a youtubert, azt a milyen Zsolti? Osváth Zsolti. Szerinted hány követője van meg? Az egyik legismertebb és legszeretettebb YouTube, akkor a társadalom kiveti? Nem, de ő erőt ad. A magyar társadalom tök toleráns. Homofóbnak állítják be, idegen gyűlölőnek, az talán ennyi idegen, vagy úgy mondjam, más név nem élt ezen a Kárpát-medencében, mint nálunk. Jó. Valahol olvastam, hogy Amerikában vagy Angliában a elmúlt években meg 10-szereződött vagy 20-szorozódott azon fiatalok száma, akik ilyen-olyan identitásúnak vallják magukat. És erről mit gondolsz? Exponenciálisan nő, ahogy ez trendi és divat lett. Mit jelent az, hogy trendi? Te azt gondolod, hogy mint amit egyébként oly sokan, hogy divatból vagy trendből is lesznek, igen. Ha? Nem mindenki. De te divatból csinálnál olyat, ami egyébként te nem vagy? Én nem. Akkor miért gondolod, hogy más igen? Hát, mert nem mindenki olyan, mint én. Hát ebben igazad van. Egy heteroszexuális fiú mondjuk megcsókol egy másik fiút. Tételezzük fel, hogy megteszi divatból, azért, mert azt látja, hogy az elfogadás az menő. Gondoljunk most erről bármit, de azt én garantálom neked, hogy nem fog tovább menni. Igen. Hogyha nem meleg, akkor nem fog tovább menni. Lehet, hogy hajlam az van, mert például... Akkor ez meg nem divat. Valami olyasmit hallottam, hogy ugye Rómában, amikor nagy lett a jólét, megunták a nőket és akkor fiatal fiúkat. Vettek, ez volt a divat. Nekem volt nem képzeld el, de nem azért lettem meleg, mert megmondtam, de tetszik ez a szegény. Nagyon szeretem egyébként, tök jó viszonyunk van azóta is. És azt akartam megkérdezni tőled, hogy akkor azt miért nem csinálják, ha már ennyire gyereket szeretnének ugye a egynemű párok, hogy egy leszbikus pár, meg egy férfi, homoszexuális pár megbeszélik, és akkor tudnak egymásnak gyereket csinálni, azt az egyiket örökbe fog, vagy egyik az egyiknél lesz, a másik a másik. Hogy csinál neki gyereket? Hát ahogy a természet megalkotta. Hogy? Nem tudnak? Hát. De te felizgulsz egy férfire? Lesz merevedésed? Nekem nem. Nekem se lesz egy nőre. Nem. Hát neked lesz hát egy férfire? Hát akkor valami mesterségesen. Hát azt gondolom, hogy jogi akadályokba ütközne. Igen? Hát igen. De az volna csodálatos, hogyha nem kellene kiskapúzni, és... De azt tudod, hogy van örökbefogadási lehetőség? Abszolút, egy emberként. Igen, egy emberként. Még ezt nem törölték el. Hát ne is töröljék el. És ha egy örökbefogadást nézünk, akkor te melyik szempontot veszed figyelembe? Hát amikor azt mondja valaki, hogy nekem örökbefogadáshoz van jogom, én például azt mondom, hogy úgymond senkinek nincs joga örök, tehát nincs olyan jog, hogy örökbefogadás. Az egészséges környezethez van jogod. A lehetőséghez van jogod, azt gondolom, ez talán pontos, és onnantól egy megfelelő bizottság vizsgálja meg, hogy te valóban alkalmas is vagy erre. Arra van jogod, hogy megvizsgálja. Nem a gyereknek van joga természetes környezetbe kerülni? Te neked annyira igazad van, és annyira csodálatos lenne, hogyha így működne a rendszer. Nem a gyerekből, tehát nem a gyerek érdeke az első? De, maximálisan egyetértek. Akkor... Csodálatos lenne. Tártkarokkal várom. Tudod, hogy milyen szeretetes közegbe fog nálam meg a férjemnél fölnevelkedni? És miért a férjednél, miért nem a feleségednél? Mert buzi vagyok. Ja, akkor mind a ketten férnek hívjátok egymást. Mert hogy is egymást? Hát miért? Hát miért férj? Hogy érted a kérdést? Nem értem a kérdést. Hát ki a férj? Én meg ő. Na de mitől lesz valaki férj és feleség? Én a férjre a férfit mondom, a nőre a feleséget. Nem, akkor nincs a leszbikusoknak feleségük van? Persze. Feleség és feleség? Hát ott van férfi. Hát ezt ti tudjál. Hát szerintem nincs. Szerintem sincs. Ott két na de nő a, van. És ott a tiédekben van nő? Hát van nő. Hát nincs. Hát akkor van két apája legyen egy gyereknek? Hát ebben az esetben két apája lesz a gyereknek. És az jó? A gyerek, nem neked, a gyereknek. Azt gondolom, hogyha szeretetet kap,
figyelmet kap, és törődést kap, akkor igen. Na jó, de az, a gyereknek anyára meg apára van szüksége. Ezt kimondta. A természet. Attól, hogyha itt két férfi van, vagy két nő van, ő meg fogja kapni ugyanazokat az erényeket az életéhez. És meg fogja kapni ugyanazokat a példákat, mert én abban például biztos vagyok, hogy amikor majd nekem, illetve a férjem, mert nekünk gyerekünk lesz, biztos, hogy én figyelni fogok arra, hogy legyen egy olyan nő a gyereknek a közelében, hogy meg tudja tanulni, és most itt nem női meg férfi szerepekről és sztereotípiákról fogok beszélni, hanem azokról az energiákról, azokról a... Persze nem a szerep a lényeg, látod, főztünk. Ha pedig ez egy jó női dolog, értem? Nem női dolog. Ez is egy hatalmas, tévedés. Nézd meg egy főzőversenyt, és a 90% a férfi. Nem, akkor nem értek egyet. Azt gondolom, hogy ez nem férfi vagy női dolog, ez egy főzés, egy kibaszott főzés. Aki tud főzni, az szakácsok, mesterszakácsok, nézheted a tévébe, általában. Ne a tévébe nézd, menjél az országban, meg bárhova. Az Európában, bárhova, és nézd meg, és hogy mennyi nő, és mennyi a férfi. Azt, hogy tévében mit mutatnak, na bum. Az én családomból indulok ki. Hát azért nekem különbözött a anyukám mentalitása, meg ahogy mondod, még ez a kisugárzás, a női esség, mint az apámé. Az én családomban a férfiak, azok nulla férfiasságot képviseltek. Igen? A nők meg ilyen terror elmebajt képviseltek. Hát hogy ezért választottad ezt, vagy ezért lettél ilyen. De te rosszul példával megmutatom neked, hogy jó, de aztán erre tér ki légy szó, és beszéltem, javadra fog válni. Figyelj, van egy férfi, és van a nő. Nem tudom, melyik legyen. Szerintem, melyik. Tegyük ide, és akkor az egy jelentősége. Ez a férfi, ez a nő. Már melyik a férfi, segíts nekem. Ez a férfi. Jó, ez a pöltyös a férfi, a kockás a nő. Igen. És én azt mondom, hogy ugye van itt egy ilyen középvonal. Te meg azt mondod, hogy ez itt nem létezik, hanem ez átcsúszik. Tehát amikor én azt mondom, hogy valaki nőiesebb vagy férfiasabb, akkor ezen a szalvétán mozog, ebben az irányba. De nem ide mozog. És a férfi is, hogy van, aki férfiasabb, és a úgy mondja ezt a szélét képviselő, és van, aki egy kicsit nőiesebb attitűdökkel is rendelkezik, és közelebb áll. De nem csúszik át ebbe, hanem megmarad azért attól még férfi. Én ezt gondolom. Hát... Mindegyik ember. És egyébként ő itt egy kicsit nőies, itt egy kicsit férfias, ő itt nőies, ő így férfias. Ennyi. Én azt gondolom, hogy ők emberek. Igen. És kétségtelen az egyiknek van hímvesszője, a másiknak meg nincs. És pont. És ez teljesen rendben is van. Ez van a természetben több ezer éve. Ezen azért miért tudnánk ezt megváltoztatni? Hogy tudjuk ezt megváltoztatni? Aha. Hogy ez jó, hogy két férfi együtt él és gyereket nevel. Én például nem várom el tőled, hogy elfogad, hogy ez... Nem, én nem várom el tőled, hogy azt gondolt, hogy ez jó. Azt várom el, hogy én jogilag legyek egyenlő. De én például nem gondolom azt, hogy a homoszexualitás az jó. Az nem tesz jót a társadalomnak. De ez minden jogod megvan. Én nem kívánom ezt tőled elvenni. Na jó. De miért kell az arcunkba tolni? Ebben az esetben akkor az... Akkor minden arcba tolás. Mit jelent az, hogy az arcunkba tolni? Hát akkor a... Majd mindjárt sokról beszéljünk egyet. Félhet, hogy ott leszek. Nekem az arcomban nyomták akkor a heteroszexualitást. Szét volt plakátolva az egész ország a csokkal. Nem ugyanez? Hogy a színész kollega arra hívja fel. Na, de az egy fontos propaganda. Arra akarják felhívni az embereket, hogy gyereket vállaljanak, és hogy a magyar társadalom ne halljon ki. Most értem, csak most jelenleg, az arcomban nyomták. Na jó, de hát az más. Miért más? Hát az arcomban nyomnak. Mert az természetes. De nekem nem az. Hát nekem nem természetes. De, nekem az természetes. De, az én természetemhez képest. De, hogyha egy sport teljesítményt mondjuk, vagy egy gazdasági teljesítményt, vagy egy egészséges családot látunk, vagy az, akkor az,
abba az irányba szeretnénk menni? Hát mennyi gyerek szeretett volna focista lenni Puskás öcsi miatt? De nem leszel buzi azért, mert a Stranger Things-nek én a szereplője ki. De akkor ki? De ha te nem. Vannak olyanok, akik ki? Igen. De mennyire lenézed akkor őt? Vagy magadat emeled föl? De ha te nem, akkor más miért lesz? Azért, érted? Azért, de akkor mit állítasz, azért, hogy önnyeg le? Azért már az előbb mutattam neked, hogy vannak olyan férfiak, akik azért nőiesebbek, akikbe esetleg megvan a hajlam. Hogyha én meleg vagyok, de nem tudok ennek a létezéséről, akkor nekem segít az, hogy valaki azt mondja, figyelj, én meleg vagyok, és ez egy létező dolog, és igazad van, amikor te belül azt érzed, hogy szétfeszülsz, és nem találod a helyed, és az öreg anyáid azzal annak, hogy mikor lesz már unoka, meg mikor lesz feleséged, és én azt érzem, hogy úristen, nem tudok erre válaszolni, nem tudom még, hogy miért nem, de azt érzem, hogy én ezt nem akarom, nem tudok ennek megfelelni, és hoppá, fölmegyek a netre, és azt látom, hogy itt van ez a csávó, aki azt mondja, hogy jön meleg. Úristen, ez mit jelent? Várjál, Jézusom, hát ez volt a baj velem. Én ezért nem tudok válaszolni az öreganyámnak, mert én csőbuzi vagyok. Jó, és segít nekem jó ember. Példát mondtál, és az, amit az előbb láttunk, az segített neked. Az a tangában vonagló, az utcán vonagló. Ez megint extrémitás. De akkor miért viszik ki az utcára? Jó, de akkor miért nem szóltok ezeknek, hogy ez nem? Jó, nekem... De akkor miért nem szólsz a tradicionalista, nacionalista, fekete ruhába öltözött férfiaknak, akiket szintén láttunk, és azt kiabáltak, hogy mocskos buzik. Ő is extrémitás. Mert, de te kimennél? Az extrémre az inga visszalengése. De. Ha nem mennének ki így vonaglani, nem lenne ez. Ha nem lenne ez a szemlélet, nem mennék ki vonaglani. Ebben Bocsánat, ha nem ebben lenne ez a ruhában mennék ki. Hogyha nem lenne ez a szemlélet, nem kéne kimennem. Ha nem. De. Akkor nincs szükség arra, hogy én coming out-oljak, mert nem fogok ellenállásba ütközni. Nem igaz, mert látod, ez egy hazugság. Erre mondtam, hogy ma egy tornacipő, holnap a világ. Olyan országokban, ahol a társadalmi elfogadottság már úgymond teljesen megütött azt a mértéket, amit mondjuk te elvársz itt, ott ugyanúgy folytatódik, csak még extrémebben. Így kimész, van transzparensed, együtt vonultok a többiekkel, és mondjuk valamilyen plusz jogot követeltek, senki nem fog kijönni. Bocsánat, akkor ez a kiabálóknak a tudatlanságáról szól, mert a magyar meleg társadalom, most hasamra fogok ütni, a magyar meleg társadalom 2%-a vagy 1%-a az, aki kimegy alul öltözve, és... Ne menjen ki. Mondjátok, hogy így ne jelenjen meg. Mindjárt. Mert ez nem erről szól, mindjárt hanem a társadalmi elfogadottságról szól, és akkor nyugodtan kimehettek. Nekem egy napom van, és ez a Pride. És a Pride az nekem nem egy tüntetés. Az egy iszonyatosan nagy felszabadult buli, ahol a Bence úgy van jelen, ahogy ő a Bence. Ödön, vagy bárki, aki meg tangában van, ő most akkor úgy van ott. Oké, de most erre mit mondjak? Van egy nap, amiből 4 órán keresztül a fővárosunknak egy útszakasza le van zárva, tudva levő, hogy ott mi történik. Nem megyek Bugac pusztára, amikor a Kurultáj Fesztivál van ott, mert én nem szeretnék ebben részt venni. Nekem jogom van ehhez, hogy én ne menjek oda. Senki nem kötelez engem erre. Ott olyan nemzeti identitás tombol, ami tőlem rettenetesen távol áll. Semmi gondom nincsen. Vegye fel a ruhát, íjazzon, ülje meg azt a lovat, tök jó neki. Nekem nem kell ezt megtennem, és ez csodálatosan demokratikus. Neked nem kötelező ott lenned. Nem? De mert valaki arra jár. Hát valaki Bugac puszta felé jár. A gyereknek meg a szülőnek kelljen már menekülni azért, mert egyesek ilyen. Ha olyan felvonulást rendeznétek, ahol ilyen nincs, mondom, ez nem jelenik meg az a kép, amit előbb láttunk, akkor... Te mint a... Hogy szólt a mondat, fehér, keresztény, heteroszexuális férfi meghatározott, hogy én mit vehetek föl a Pride-on? Hogy én se öltözhetek így az utcán. Bármit megtehetsz? Nem. A személyre sértés következményekkel megtehetsz. Hát ez az. Az, hogyha éppen valaki tangában van és nincs kint, nem tudom, hogy hogy szól a törvény, hogy effektívan nemi szervének a hány százaléka látszik-e, de itt nem azért látszik. Az már heteroszexuálisok sem mennek tangába, meg félmeztelenül. A strandon, vagy, de. Hát a strandon, a strandon. És akkor érted, figyelj, tök jó például a nudista strand. Hát de oda azok mennek, és oda tudod, ide is azok mennek. A nudisták. De a nudista strand arra van. Ez is arra van. Ha ti elmennétek Bugac pusztára, vagy egy olyan helyre... De akkor mi zavar, hogy a fővárosban van, és te nem tudsz átmenni a Blahán? Az zavar, hogy ez a többieknek szól, nem magatoknak. Mert hogyha... Értem, hogy mert Bugac puszta az annak szól, aki a Kurultájra megy, értem, és aki látni akarja, az oda megy. Értem, ha ti a Bugac pusztára mentek, és ezt csináljátok, az engem nem zavar. Értem. És szerintem ezek az emberek se fognak utánatok menni Bugac pusztára, és óbégatni, hogy
mocskos buzi. Egyébként ezt nagyon szeretem, amikor valaki azt gondolja, hogy én mocskos buzi vagyok, és időt szán erre. Képzeld el, kis kitérő, volt egy lakótársam, aki nacionalista, azt gondolta, hogy nacionalista érzelmeket val. Hú, most lesz kapsz nekem, hogyha ezt megnézi. És képzeld el, hogy kérdeztem tőle, hogy ki jössz a Pride-ra? Szóval, ja, megyek ki, megdobálok tojással. Mondtam neki, de hát itthon is meg tudsz dobálni. Jó, itthon nem akarlak. Zárva. Érted, valaki időt szán arra, hogy kimenjen mérgelődni, és azt szoktam erre mondani, én ott vagyok, tök boldog, a nő meg mérgelődik. Most akkor kinek a szar? Nem azért mennek ki. Vannak közöttük olyanok, akik tényleg az úgy neve, nem homofóbok, mert a homofób is egy rossz szó, ezt is kitaltak. Tudod, mi a fóbia? Az egy félelem, hát nem félnek. A arachnofóbia, az például a póktól félnek az emberek. Akkor te hogy? Én szerintem sokszor ez helyén való ez a kifejezés, mert félnek és inkább utálkoznak. Utálkoznak, de nem félnek. Nem fóbiájuk van, hanem utálkoznak. Vannak olyan emberek... De ez mit jelent? Akkor szerinted, bocsánat. Akik ezt úgymond mi hivatalosan ellenzik, a jelenség ellen, hogy ebből ne legyen divat. Az, hogy te mit csinálsz, vagy hogy csinálod, az a te dolgod. Van ilyen, igen. Van, akik divatból tudnak melegek lenni. Hogy? Hát úgy, hogy egy óvodába bemegy a drag queen. Bemegy az óvodába a drag queen? Bemegy az óvodába a drag queen. Mutasd nekem egy óvodát, ahol bemegy a drag queen. Magyarországon? Például. Magyarországon nincs, de hát nyugaton, Angliába bemegy a drag queen az óvodába. Igen? Én arról beszélek, a nyugati, azért mondom neked a nyugati példát, hogy én nem akarom azt a szintet elérni. Uh-huh. Én azt akarom, hogy ami Magyarországon volt, ahol nem üldözték a homoszexualitást, nem volt törvénybe foglalva, mint Angliába, méresnek átaló túloldalára. Maradjunk középen, mint ahogy most is voltunk. Lehetsz homoszexuális, lehetsz meleg, együtt élhetsz valakivel. De ne legyél annyira, mint egy hetero. De nem, de ne legyél magamutogató, és ne terjezd ezt. De mi az, hogy magamutogató? Mint ez, amit láttunk. Te felvettél, ne haragudj, hogy egy csíkos inget, te most magamutogató vagy. Hát ez az... Ugye? Ez azért hát nem. Hát egyetértek, nem? Ugye? Ezzel egyrészt... Ha még befolyásolnék is valakit, tehát mondjuk gyerekeket. Azt gondolom, hogy egy felnőtt férfi így néz ki, hogy ingben van és zakóban, én soha többet nem megyek ki pólóba az utcára, mert egy férfi arcőrzettel rendelkezik, és így van felöltözve. Na. Én már megyek is az arába. Rengetegszer hallani, hogy nyugatiak jönnek, hogy propagálni. Miért jönnek ide? De mi az, hogy propagálni? Mit propagálni? De miért jönnek ide? De mi az? Hogy azt mondod, hogy megélhetik Németországban, vagy Angliában, vagy mit tudom, hogy megélhetik magukat. Minek akarnak még ide? Mert iszonyú jó buli a Pride, és ő azt mondja, hogy egy évben nem egyszer akarja ezt megélni, hanem Budapest közel van, gyerünk, ruccanjunk már le, és lejön, és bulizik egy tök nagyot. De itt nem lehet már bugat pusztán. Hát szerencsére a fővárosban lehet. Szerintem te túlságosan magadról beszélsz, én meg a társadalmi részét nézem a dolognak. Lehet, ez nem csak azért van, mert sokat beszélek magamról, hanem azért, mert abban tudok biztos lenni, amit én élek meg, és nem, én nem tudok ilyen statisztikákat. Abban szerinted, hogy a... Te rokonságod így viszonyult ez a dologhoz, azon szerinted ez egy ilyen Pride az segít? Vagy ez a... Azt gondolom, hogy ideális esetben Pride-tól függetlenül minden helyzetben a szeretetnek kellene győznie egy ilyen esetben. Még akkor is, hogyha ez a szülő éppenséggel mást gondol. Igen. Attól ugyanúgy tudnia kellene szeretni ezt. A szülőnek igen. 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 Bence, Gábor, köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Egy ilyen jó, macsós készfogás. Tudod, mi a probléma? Igen. Ez a heteropacs, ezt így hívom. Nem tudtunk emiatt jól főzni. Nem, szerintem nagyon jól főztünk. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, mi a ti véleményetek. De fontos, hogy ne a szereplőket, a témát beszéljétek ki. Ha megnéznétek a teljes vágatlan verziót, kattintsatok a leírásba. Köszi, hogy támogatjátok, hogy még több téma és páros érkezhessen a stúdióba. Sziasztok! Ne görcsölj rá a különbségekre! A műsor támogatója a Nosva.